Az az állapot, amikor leadok egy kéziratot, és azt érzem, hogy most el kéne menni egy kicsit szabadságra, és néhány napig nem teszek semmit, az rosszabb. Akkor már az feszül bennem, hogy de szeretnék írni, és mikor írhatom a következőt. Bauer Barbara írónő olvasói töltötték meg múlt héten a Kemenes cukrászda téli kertjét. A kötetlen beszélgetésen szó esett szerzői kutatómunkáról, ihletről és persze Barbara megszámlálhatatlan karaktereinek sorsáról és alakulásáról is. Én ilyen idővonalakkal dolgozom, ezt így felhúzom, mondjuk Menken Krisztina, ekkor született, meghal az anyukája, meghal az apukája, itt van Sissi, ekkor már 8 éves Krisztina, aztán férhez megy, ó, mennyi lukas rész van közt, ezt valamivel fel kéne tölteni, és akkor gyűjtöm az anyagokat. És amikor elér egy olyan állapothoz a kutatás, hogy most már mindent is tudok, legalábbis azt gondolom, hogy már nem találok semmi újat, akkorra már összeáll a történet, és nekiállok írni. Az a típus vagyok, aki eljátszom a gondolattal, amikor egy regény kijön, és tudom, hogy már ott van a könyvesboltokban, már az előrendeléseket kivitték a futárok, hogy mi lesz innentől a könyvem sorsa. Ott lesz egy éjjeli szekrényen, egy ágyon, van, aki a kádban olvas, kinn a kertben, utazásra viszi. Elindul a könyvnek a saját története, mert hogy a könyvvel kapcsolatba kerül az olvasó, behajtja a szélét, a csücskét, beleír adott esetben, majd kijegyzetel belőle, ráesik egy kávécsepp, egy könycsepp, vagy a nevetése. Tehát elkezdenek együtt élni, és ez engem nagyon-nagyon izgat mindig, ez egy ilyen elképesztő érzés. Bauer Barbara első lektűrjei az írói pályáját megelőző foglalkozásáról, a légiutas kísérők munkájának kulisszatitkairól szólt. Nagyon-nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem. Pusztán attól, hogy világot láttam, hogy a különböző kultúrákkal találkoztam a fedélzeten, és ezt, hogyha az ember nem felszínesen nézi, nem egy utazóközönség masszának tekinti, hanem én szeretek beszélgetni, és szóba elegyedni, és megfigyelni, utána olvasni, ha valahova mentem például. És ilyen szemmel nézni az utazó közönséget is, akkor ez valami elképesztően színes világ volt. Azért szeretek olvasni, mert akkor elrepülök valahová, egy másik világba, egy másik korba, olyanba, ami akár nem is létezik. Ilyen volt a repülés is maga, és ezért lettem azt hiszem író, hogy én is teremthessek ilyen világokat. Úgy tűnik, bevált az alapos kutató munka írás előtt, ugyanis Barbara elmondása szerint minden könyvében megjelenített szakmát igyekszik kitanulni és időt tölteni azzal. Bejött az iskolaigazgató, így megnézett magának minket, és amikor én mondtam, hogy író vagyok, és az egyik főszereplőm Pék lesz, és én ezért vagyok itt, akkor az egyik osztálytársam megkérdezte, hogy ugye nukleáris bombákról nem fogsz írni. Amikor átfutott ez a fejemen, hogy mi lesz akkor, ha nem jön téma. Nincs ilyen. És valóban, ahogy ások bele a különböző történetekbe, úgy ások bele saját magamba is. És jönnek elő belőlem is olyan kérdések, akár magammal kapcsolatban, akár a szűrőmmel kapcsolatban, amin keresztül nézem a világot, hogy miért ilyennek látom. Hogy ez ad újabb és újabb témákat folyamatosan. A férjem most már 30 éve a Magyar Szent Korona kutatója és járja az országot. Én általában megyek az Egeret kattintgatni, hogy léptessem a képeket, mint segéderő, úgyhogy hát én nem tudom hányszor hallgattam már meg a korona előadást, úgyhogy eléggé bennem van az anyag, meg hát otthon egy polcnyi, ami megjelent a Magyar Koronáról, írás, könyv, szakkönyv, bármi, meg ami nem jelent meg, az is otthon van, csak a lexikonom élő és jár kell a lakásban kávéval, viszont bármikor kérdezhetem. A Kemenes cukrászdának egyébként nem ez volt az első vállalása, hogy kultúrát csempészen a kávék és sütemények mellé.
rendszeres kulturális programokkal jelentkeznek a Vámász körúton. Nagyon szeretném ezt a régi kávéházi hangulatokat visszahozni. Ha beülsz egy kávéházba, akkor azt gondolom, hogy az már egy olyan, hogy együtt eszünk azzal az előadóval, az már egy ilyen kis intime pillanat, közelebb kerülhet hozzánk, és valahol szerintem ezt a régi kávéházi hangulatot, amikor a régi költőink összeültek, azt tudja visszaadni a magyar embernek, és úgy gondolom, erre szükség volt, és szükség van most is.